Az európai országokban legtöbben az utóbbi 10-15 évben, de kivált a 2008-as nagy pénzügyi válság után, előtérbe kerültek az úgynevezett viccpártok, így Magyarországon is megjelent ezzel a kategóriával illethető kétfarkú kutyapárt, tehát ezikben semmiféle kilógást nem tapasztalunk az európai trendtől, sőt, azt lehet mondani, hogy bizonyos viccpártok támogatottsága, hogy van kalózpárt, cseheknél is van, németeknél is van, bizonyos tartományokban még be is jutott a tartományi parlamentbe, hát a Bundestagban még nem. Hát igazániból nem azt érdemes vizsgálni, hogy ezen viccpártok képviselői milyen választási programot hirdetnek meg, mert az is inkább hát a nevüknek megfelelően a vicc kategóriájába, a kabaré kategóriájába tartoznak. Ugyanakkor azt lehet mondani, azok az emberek, akik ezeket a pártokat vezetik, nem feltétlenül tudatlanok, értelmetlenek, elég felkészültek, sok mindent észrevesznek a társadalomba, tehát ezzel az erővel esetleg építői is lehetnek a társadalmi viszonyainknak. De hát valószínűleg nem itt kell keresni a dolog gyökerét, hanem ott, hogy az elmúlt években, évtizedben különösen olyan mértékben szaporodnak el irracionális jelenségek a társadalomba egyrészt, másrészt a társadalom egy rétege olyan mértékben hajlik el irracionális irányokba már, mint a vágyai illetik, hogy ez adja az alkalmat, hogy ilyen garnitúrák összegyűjjenek, és parlamenti szintekig eljutnak időnként, vagy hát most is, hogy az Európai Uniós, hogy mondjam, parlamentbe törekednek. Na most, amit elmondanak, hogy mit tennének, természetesen reális megvalósíthatósági alapja egyetlen tételüknek nincs, viszont két dolgot, két, hogy mondjam, szellemi viszonyulást lehet itt felfedezni. Az egyik az egy mérhetetlen cinizmus és nihilizmus, ami megnyilvánul, hogy a dolgok valójában nagyon rosszul alakulnak az európai társadalmakba, és igazándiból nem is látnak ebből valós kiutat, ezt mondanám cinikus és nihilista dolognak. A másik dolog, ami viszont, hát akárhogy is nézzük, végül is választócsalogató, az pedig azok az irreális ígéretek, amiket azért a választóközönség egy része mégis majdnem készpénzként vesz. Ugye? Tehát itt is láttunk olyat, hogy hát ki nem szeretne például délután, mondjuk azt ebéd után egy kicsit pihengetni. Nem is volt ez idegen a magyar lélektől se, hiszen még a Horthy korszakban is, legalábbis a hivatalokban szokás volt az, hogy elmentek haza, ott ebédeltek, a városi hivatalnokok ez az, kaptak egy vagy két órás szünetet, és akkor délután folytatták, és akkor ott egy kis horkintásra is adódott lehetőség. Spanyolországban ez még mindig divat, tehát ez nem esik olyan túl távol a magyar néplélek vágyaitól, csak jelen modern körülmények között elég nagy mértékben útját állja ennek a megvalósíthatóság. Na most, ami azt illeti, hogy ugye hivatkozunk túlbuzgó nemzeti érzésekre, hát amit a forinttal kapcsolatban mondtak, ugye, hogy esetleg a forintot az egész Európában, így úgy amúgy, meg hogy a magyar nyelvet, bár hivatalos nyelve minden tagország nyelve az Európai Uniónak, de azért mégis a munkanyelvek, az angol meg a francia, hát már most ugye a britek kiválás után ezt megnézzük, de nyilvánvalóan 28 nyelvet, vagy még annál is többet, hiszen egyes országban több kisebbség is él, nem lehet oda tenni. Tehát valahol ez az egész párt alakulat hasonlóan a többi Nyugat-Európában is divatos viccpártokhoz. Egyrészt táplálkozik abból a levertségből, nihilizmusból és hitehagyottságból, ami sajnos hellyel közzel az európai közállapotokból következik. Másrészt azért, hogy választók is legyenek,
néha bebecsúsztatnak olyan ígéreteket, amelyek bár nem megvalósíthatók, de volt valami példa, vagy valamilyen módon az állampolgároknak megragadja a fantáziát, és akkor megszavazzák őket. Hát ugye ez a viccpárt is 2%-ot kapott a parlamenti választásokon, meglátjuk, mit kaptak most.